köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az új esett rohamkocsi, illetve a korszerűsített, dinamizált, megújult veszprémi mentőállomás átadása alkalmából. Külön köszöntöm Navracsics Tibor, külgazdasági és külügyminiszter urat, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve Brányi Mária alpolgármester asszonyt is külön szeretettel köszöntöm. Most pedig felkérem miniszter, hogy mondja a beszélt. Már amennyire hallatszik, hogyha beszélünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, én azt hiszem, hogy ez nem csak azok számára ünnep, akik itt dolgoznak, és akik minden nap ebben a környezetben tevékenykednek, de mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egész Magyarország számára egy fontos ünnep, hiszen a veszprémi mentőállomás, mint ahogyan most is hallhattuk, nem csak a város és nem csak a megye egészségügyi ellátását biztosítja, illetve sürgősségi ellátását biztosítja, hanem a Balatonpartét is. És ilyenkor nyáron ez az egyik legfontosabb időszak, ilyenkor kell igazán itt lenni és tevékenykedni. Mint ahogyan itt a beszámolóból is hallottam, most is jelen pillanatban azon egy kivételével, amelyet most majd átadunk, illetve megnézhetünk, az összes többi mentőautó éppen valahol kint van és szolgálatban van. Amikor Veszprémbe érkeztem nemrég, megkérdeztem a régió vezetőt, hogy most Veszprém mentőállomásnak mi a legnagyobb problémája. És nem kezdte el sorolni, csak annyit mondott, hogy lassan nem férnek el az állomások. Ez egy jó dolog. Mondhatta volna, sorolhatná, mint ahogy nagyon sok területen tudjuk sorolni, hogy a kocsi, az épület. Itt már most az a gond, hogy nincs ilyen lista, hiszen az adósságunk, ami 20-30 éve visszanyúlik a szolgálat irányába, az kezd csökkenni. Ez a csökkenés ez érezhető a kocsiparkban. Az elmúlt években már több mint 300 autó érkezett, illetve érkezik folyamatosan a szolgálathoz. Ezek egyikét adjuk most át. Ez azért nincs szolgálatban momentán, mert a dublőre szolgálat területen, tehát erre az egy napra kivontuk ide, azért, hogy nehogy elvigye valaki, hogy meg tudjuk mutatni önöknek, de holnaptól újra élessen, mint dolgozik. Legyen akár azért, mert téged vagy most. A Dunai József szakottam, hogy a következtével a hőségünk rendszeren nem működik, vagy nem úgy működik, hogy jön. Mert a Robi, köszönöm.